Április 26-án Kelebián tartotta a választások előtti utolsó ülését a Bács-Kiskun vármegyei közgyűlés. A szokásokhoz híven ezúttal is a vendéglátó település bemutatkozása előzte meg a közgyűlési ülést. A Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi és Szolgáltató Központban előbb a kelebiai Dalos Kör lépett fel, majd Mackó József polgármester mutatta be az idén 100 esztendős nagyközséget. Meg kell találni a közel és távollátás egyensúlyát, úgyhogy ne veszünk el a részletekbe, de a gigantomániás őrület se ejtsen hatalmába bennünket. Azt gondolom, egy település életében az egyensúly a legfontosabb, a múltba való gyökerezés és a közösségépítés a másik két legfontosabb tétel. A közgyűlés támogatta többek között, hogy a Vármegye önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be az Aktív Turizmus Fejlesztése című felhívásra. A benyújtandó pályázat lényege egy vízitúra hálózat létrehozása a Dunavölgyi főcsatornán, Császártöltés, Hajós, Érsekhalma, Nemesnádudvar, Sükösd, illetve Érsekcsanád településeket összekötve. A ki- és beszállási lehetőségek biztosítása mellett fedett pihenőhelyek és információs táblák várják majd a túrázókat a vízitúra megálló helyeken, míg a túrapontokon mosdók, hajótárolók és közösségi helyiségek emelik a szolgáltatás színvonalát. Erre 700 millió forint támogatást igényel a Vármegye önkormányzata a TOP Plusz keretből. Mint Rideg László elmondta, hasonló fejlesztés van tervben a Vajasfokon, Kalocsa és Érsekcsanád között is. A víziturisztikai projekt pedig kapcsolódna annak a turisztikai célú kerékpárútnak a megépítéséhez, amely a DVC mentén 13 kilométer hosszan köti majd össze Érsekhalma, Nemesnádudvar és Sükös településeket. Az ülést követően szintén a szokásoknak megfelelően Rideg László és a vendéglátó polgármester Mackó József elültetett egy fát, ezúttal juharfát, az ülésnek otthont adó Magyar-Szerb Agrárkereskedelmi Központ mellett.